Jó esét kívánok, köszöntöm Önöket! Egész felcsútot lezárták szilveszter éjszaka, mint kiderült, egy fegyverrel fenyegetőző férfit kerestek a tek munkatársai, aki azt állította, lelövi a testvérét. A kommandósok végül megtalálták a fegyverest, aki ellenállás nélkül megadta magát. Két nappal az eset után szinte teljesen kihalt felcsútnak az az utcája, ahol szilveszterkora terror elhárítók fogtak el egy férfit, aki testvére agyonlövésével fenyegetett. Az utcán jövő menő emberek szinte semmire sem emlékeznek, így arra sem történt -e egyáltalán bármi az év utolsó napján. Felcsúton a helyi körzeti megbízottat egy férfi értesítette december 31-én 23 óra 8 perckor arról, hogy 38 éves bátyja megfenyegette 29 éves öcsüket azzal, hogy meg fogja ölni. Ezt követően pedig engedéllyel tartott vadászfegyverével elindult, hogy megkeresse a településen a fivérét. Az elfogás részleteit a terror elhárítási központ rövid videója foglalja össze. A férfi egyébként ellenállás nélkül adta meg magát a kommandósoknak. A rendőrök házkutatást tartottak nála, majd pedig lefoglalták az engedéllyel tartott vadászfegyverét, illetve a lőszereit is. Ezt követően állították elő a rendőrök a Bicskei Rendőrkapitányságra. Az eset a miniszterelnök házától messze a falu másik végén történt. Orbán Viktor aznap nem volt felcsúton, a Facebookra kitett fotóján egy osztrák sípáján látható felesége társaságában.